Kezdődik a Kérdezzen Nógrádi Györgytől mai adása. Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Király Tamás, a Skype túlsó végén pedig Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő. Jó napot kívánok, tanár úr, önt is üdvözöljük. Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen. Egyetlen egy szolgálati közleményt szeretnék elmondani, hogy egy ideje már gondolkodtam azon, hogy indítok egy olyan csatornát, vagy indítok olyan beszélgetéseket is, ahol nem külpolitikával vagy politikával foglalkozunk, hanem portré interjúkat készítek. Ez viszont nem illene az Ultrahang csatornájára, ezért a mai naptól elindul a Cseh Király Tamás nevű csatorna, ahol rendszeresen hallgathatnak majd hosszabb, ilyen értékes beszélgetéseket. Természetesen a külpolitika is értékes, de hogy ezek ilyen időtálló beszélgetések. Az első vendégem Vásári Tamás lesz, aki idén ünnepelte a 90. születésnapját augusztusban. Ő többek között Kodály Zoltánnak a tanítványa volt, egy igazi történelmi személy. Vele beszélgettünk nagyon sok mindenről. Ez az adás már nem sokára a napokban fel fog kerülni a csatornámra, de érdemes feliratkozni erre az új csatornára is, hiszen akkor kapnak értesítéseket az újabb és újabb, talán ilyen kicsit lassabb, szebb, értékes interjúkról. Úgyhogy köszönöm, hogyha feliratkoznak. Most pedig kezdünk. A tanár urat kérdezném, hogy mik a legfrissebb hírek, melyek azok a külpolitikai hírek, amelyeket ő most így az elején a legfontosabbnak tart. Hát én három dolgot emelnék ki. Egyszer kiemelném, hogy Fekete-Afrikában hihetetlen változások vannak, és a tegnapi és mai hírügynökségi jelentések 70%-a Fekete-Afrikáról szólt. A másik, amit kiemelnék, hogy az orosz-ukrán háborúban fronton semmi nem történik, mindkét fél győzelmi jelentéseket mond, de a diplomáciai fronton rengeteg dolog van, és a harmadik, hogy a örmény-azeri konfliktusnak teljesen új fejleményei vannak. Akkor menjünk is ezekbe bele mélyebben, kezdjük talán Fekete-Afrikával, aztán majd nyilván azt látom, hogy az orosz-ukrán háború még mindig fenntartja az érdeklődést, és még mindig nagyon sokan kérdezik, hogy mi történik. Csak azt látom, hogy ez a Fekete-Afrikai front bár messze van tőlünk, és nehezebb elképzelni, hogy abból is nagy baj lehet, de közben meg menekült szempontból, és sok minden gazdasági szempontból abszolút érint minket is, hogy mi zajlik Európa volt gyarmatain. Igen, sajnos ennek a utolsó félmondatában van igaza, hogy mi zajlik Európa volt gyarmatain. Annyit látni kell, hogy a világ első felosztása a Tordesilleszi szerződés Spanyolország és Portugália felosztja a világot. A 19. században gyakorlatilag az angol-francia erőviszonyok alapján dőlnek el az afrikai határok, ezek ma országhatárok, senkit nem érdekel az ott élő emberek sorsa, és hogy van olyan törzs vagy népcsoport, amelyik három országban van. Mi a lényeg? Van egy övezet, nevezzük Száhel övezetnek, ahol az élet emberi felfogás szerint, európai felfogás szerint reménytelen, ahol bűnbandák vannak, ahol terroristák vannak, ahol nyomor van, stb. Ez az övezet eddig viszonylag stabil volt, hol katonák, hol politikusok, hol polgáriak gyakorolták a hatalmat, és ez az övezet megmozdult. Na most ennek a megmozdulásnak számomra két alapvető fontossága van. Egy, ha ez az övezet nem engedi át, Európa meg van védve. Eddig viszonylag nem engedte át pénzére a migránsokat. Jöttek továbbra is, de nem olyan nagy számban. Most hatalomváltás következett be, sorra győznek a katonai csoportok. Nem mondom, hogy hunták, mert az megint más jelent. Mi történik? Elzavarják az eddigi vezetéseket. Ezek a vezetések alkalmasak voltak? Nem. De kiváló kapcsolatokat ápoltak a franciákkal, a volt gyarmatosítóval. Mi a francia neokolonialista politika lényege? A volt gyarmatok kötelesek, pénzük 70-80%-át beleértve a devizákat francia bankokba tartani. Ez azt jelenti, hogy a francia gazdaságot életbe tartják, felerősítik. Kettő, kötelesek a náluk lévő nyersanyagokat, és itt uránról, mangáról van szó. A világ második legnagyobb mangán lelőhelye van itt, az első van Dél-Afrikában. Fillérekért messze a világpiaci áralat átadni Franciaországnak, ezzel működtetik a francia atomerőműveket. Na most ebben bekövetkezett egy változás. Mi a változás? Az új katonai vezetések sorra szeretnék megszabadulni Franciaországtól. Rendkívül érdekes volt a francia álláspont. Mit mondott Niger? Most mindenki Nigernek ejti, nekem teljesen mindegy. Mit mondott a nigeri vezetés? Hogy a francia ott lévő 1500 főt vonják ki katonát. Mi volt a francia válasz?
hogy nem vonják ki, mert ők nem tárgyalnak egy katonai hundával. Igen, kivéve, ha ők jutották volna hatalomra. Tehát azt látni, hogy egész Fekete-Afrika mozgásnak indult, lehetetlen kiszámolni a mozgás végét. Tény az, hogy ott vannak az amerikaiak, tény az, hogy ott vannak az oroszok, az egykori Wagner csoport, most átkeresztelhetik, bármi nekettől ugyanaz marad. Líbiában 2000 harcosuk van, és ott vannak a kínaiak és amerikaiak. Tehát egy olyan sok ismeretlenes egyenlettel állok szembe, aminek Európa számára két problémája van. Megkapja Európa a volgyarmatosító továbbra is fillérekért a nyersanyagokat. Kettő, ezek az országok hajlandók lesznek a jövőben a migránsokat megállítani. Egy egészen friss hír, hogy több mint 60 embert öltek meg a terroristák Maliban. Ezt közölte a nyugat-afrikai kormányt irányító katonai kormány még valamelyik éjjel, egészen pontosan csütörtök éjjel. Az áldozatok között legkevesebb 49 civil és 15 katona van. A helyi sajtó szerint két helyen követtek el támadást az iszlamista fegyveresek. Egy folyami hajó és egy katonai tábor ellen mintegy 50 terrorista is meghalt a támadásokban. És ugye itt különösen ingatag Maliban a biztonsági és a politikai helyzet, hiszen 2012 óta 3 puccs is volt az országban, és az a katonai kormány, amely 2021 óta irányítja az országot, júniusban felszólította az ENSZ békefenntartó misszióját, hogy távozzanak a területről, de hát úgy tűnik, amikor ilyen súlyos tragédiák történnek, hogy igenis van helyük az ENSZ-nek a békefenntartóinak, illetve ha jól tudom, akkor NATO csapatok is vannak Maliban, vagy különböző, tehát, hogy NATO országok is részt vesznek békefenntartóként Maliban különböző formációkban, ők mit tudnak tenni, és mennyire tudják ők egyáltalán stabilizálni valamelyest ott a helyzetet? Ez egy jó kérdés. Attól függ, hogy erről kit kérdezne meg. Az én válaszom az, hogy a békefenntartó erők döntő része afrikai, ugyanis ők az olcsók. Tehát magyarul, ha én amerikai, francia, brit csapatokat küldök oda békefenntartásra, sokkal-sokkal drágább. A másik egy nagyon fura dolog. Ezek az országok próbálnak együttműködni. Ön azt mondta, hogy terrorista támadás volt. Oké, de miért? Mert a nemzetközi terrorizmust a nyugat nem tudta és nem is akarta felszámolni. Amit mondok, nagyon csúnya. Szíriában az iszlám állam vesztésre állt. Ekkor egymásnak mentek a győztes nyugatiak. Kik harcoltak Szíriába döntően az iszlám állam ellen? A kurdok. Milyen fegyverekkel? Német. Kik léptek fel a kurdok ellen? A törökök, mert féltek attól, hogy kurd autonómia lesz, és ez Törökország bomlásához fog vezetni. Én évek óta azt mondom, hogy a nemzetközi terrorizmusnak pár éven belül létrejön a központja, vagy Dél-Kelet-Ázsiában, vagy Fekete-Afrikában. Most úgy néz ki, hogy Fekete-Afrikában, mert olyan ingatag a politikai helyzet, hogy ezt lehetővé teszi. Ön mondta, hogy Maliban mi történt, igen, de semmivel nem jobb a helyzet Burkina Faso-ban, ahol napi támadások vannak, semmivel nem jobb a helyzet Csádban és Nigerben. Hát ugye pont egy Burkina Faso-i hír van előttem, hogy őrizetbe vettek tegnap este 3 katonát Burkina Faso-ban államellenes összeesküvés miatt. Őket az állambiztonságot veszélyeztető összeesküvéssel vádolják, és az ügyészség szerint be is vallották a bűnösségüket, hát azért tudjuk, hogy ezek hogy történnek. Egyébként egyiküket 2015-ben már elítélték egy korábbi meghiúsult államcsínyel összefüggésben. Ugye Burkina Faso-ban szintén csak nekem egy évvel ezelőtt a hadsereg került hatalomra, tehát úgy látjuk, hogy mindenhol valóban ilyen katonai hunták, vagy bárhogy is kell ezt értelmezni, vannak hatalmon, és mindenhol napi szinten történnek őrizetbevételek, támadások, gyilkosságok. Azt is látjuk azért, hogy amikor békefenntartókat küldenek oda, akkor azért ők ott sem érnek el ilyen átütő sikereket. Tehát nem az van mondjuk, hogy kiverik az országból a katonai vezetést, vagy a terroristákat, hanem ilyen felszíni kezelés zajlik. Persze. Burkina Faso lánykori neve Felső volt. Amit jelent Burkina Faso magyarul? Igaz emberek földje. Amióta igaz emberek vannak hatalmon, azóta polgárháború van. És van még egy dolog. 60 év alatt Afrika lakossága a legtöbb helyen 6-7-szeresére nőtt. Ezt a fekete kontinens nem tudja elviselni. Nem tudom, ki figyelte most a G20-as csúcs találkozót Indiában, ahol azt mondta az Európai Unió illetékes vezetője Michel, hogy meg kell hívni az Afrikai Uniót a G20-ba, mint szervezetet. Csodálatos.
De hát eddig egy ilyen szervezet vett részt, ez az Európai Unió. Miért nem hívják meg az amerikai államok szervezetét és sok egyebet? Tehát látszik, hogy Európa próbálna valamit, de úgy, hogy kiváltságait fenntartsa. Ez egy nagyon nehéz kérdés lesz, a jövő tele lesz meglepetésekkel, és Európa ragaszkodik Nyugat-Európa ahhoz, hogy a hódgyarmatai továbbra is kicsik ereje. Ezek nehéz dolgok lesznek, mert ez kínai-amerikai ellenérdekbe fog ütközni. Egyébként az, hogy az Afrikai Unió csatlakozzon a G20-hoz, az bizonyos sajtóorgánumok tálalása szerint elsősorban Narendra Modi indiai miniszterelnöknek fontos, ahol ugye ráadásul jövő évben, mármint Indiában országos választásokon lesznek, és hogy ez, hogy Afrika csatlakozhat a G20-hoz, erősíti India államfőjének megítélését külföldön. Indiai érdek, hogy az Afrikai Unió a G20 tagja legyen? Ez egy nagyon nehéz dolog. Hát, aki öreg olyan, mint én, az emlékszik arra, hogy a hidegháború korában az el nem kötelezett mozgalmat három ország vezette. India, Jugoszlávia és Egyiptom. Na most nyilván India szeretne egy központi helyet elfoglalni és szimbolikus jelentőséget kapni. Jugoszlávia szétesett, Egyiptomnak teljesen más problémái vannak, India megmaradt. Tehát India továbbra is abból indul ki, hogy szeretne az úgynevezett harmadik világ egyik vezető hatalma lenni, és a jövőbeli választásokon ez nyilván a kormányzó pártnak komoly sikereket hozna, ha ez bekövetkezne. És még egy kérdés, még Afrikához, azt rátérünk Örményországra és az azeri konfliktusra, de mégiscsak néhány héttel ezelőtt ugye az Afrikai Unió egyes tagjai Putyinnál jártak nem is kis létszámban, és úgy tűnt, mintha Putyin tudná valahogy őket kezelni. Nagy kérdés, hogy mi Oroszország célja. Lehetett olyat hallani, hogy az afrikai országoknak jelentős adósságát engedte el Putyin, hogy a kieső... Megjelent a hírekben, igen. Hogy a kieső gabonaszállítmányokat megígérte, hogy pótolják, és állítólag pótolják is orosz-török közös akcióként. Látjuk azt egyébként, hogy Kína is eléggé terjeszkedik a térségben. Mennyire mond le Európa, illetve az Amerikai Egyesült Államok Fekete-Afrikáról, vagy mennyire lehet azt várni, hogy majd Oroszország meg Kína ott rendet tesznek? Kezdjük. Egy, Oroszország szeretne részt venni. Én úgy érzem, hogy ehhez a szükséges tőkéje kevésbé van meg. Kína mindene megvan. Megvan a tőkéje, megvan a politikai akarat, tehát Kínával komolyan számolni kell. USA. Hát az Egyesült Államoknak történelmében alig volt Afrika politikája. Én nem akarok reklámot csinálni, az első ember, aki komoly Afrika politikát hirdetett meg, az 1036 napig kormányon lévő John Fitzgerald Kennedy volt, Európa. Hiányzik az a tőke, amit oda kéne vinni és be kéne ruházni. Én úgy érzem, hogy ma a franciák döntően kisigerelni akarják ezt a térséget és nem támogatni. Pont. Tehát ettől kezdve ez egy szörnyű nehéz dilemma, hogy mi lesz ezzel a térséggel. Akkor térjünk át a hegyi Karabah kérdésére, az örmény-azeri konfliktusra. Az örmény miniszterelnök azzal vádolta Azerbajdzsánt, hogy csapatokat küldött a határra, és arra figyelmeztetett, hogy egy provokáció miatt kiújulhatnak a súlyos harcok a régióban, amely egyébként is egy több mint 30 éve fennálló konfliktus színhelye. A kérdés, hogy lesz-e újabb hegyi karabahi háború, küszöbén vagyunk ennek? A válasz az, hogy igen, csak a kérdés az, hogy hogy definiálok egy háborút. Ugyanis naponta meghal itt 2-3-4 ember. Vegyük az alaphelyzetet. Meghagyták a korábbi szovjet belső határokat. Mi a probléma? Mind Örményországnak, mind Azerbajdzsánnak van egy területe, leegyszerűsítve a másik országon belül. Tehát örmények élnek Azerbajdzsánba, azeriek élnek Örményországba. Bele lehet menni hegyi Karabah egész kérdéskörébe, szörnyű összetett. Mi a lényeg? A lényeg az, hogy Azerbajdzsán sokkal erősebb, mint Örményország. Az örmények végig orosz támogatást kértek, ez az orosz támogatás ahhoz nem volt elegendő, hogy az azerieket föltartóztassák. Mi a következő? Hogy a törökök teljes katonai, gazdasági, diplomáciai nyomással Azerbajdzsán támogatják Örményországgal szemben. Mi a következő? A muzulmán államok Azerbajdzsán mellett vannak. Most jön a lényeg. Eddig a konfliktusban
az oroszok közvetítettek. Mivel az orosz közvetítés sikertelen volt, ezért beléptek az amerikaiak. Én nem tudom, ki figyelte meg 2-3 héttel ezelőtt, az azeri örmény delegáció elment Blinken amerikai külügyminiszterhez Washingtonba tárgyalni. Ehhez hasonló ebben a konfliktusban soha történelme nem volt. Mi történt 3 napja? Az örmény kormány fölkérte az orosz rendfenntartó béketeremtő erőket, hogy vonják ki őket a hegyi Karabakh körüli sávból. Be lehet menni, hogy melyik falunál hogy állomásoznak, ez most mindegy. Mire a Piszkov, az orosz elnök Putyin szóvivője közölte, hogy ez szóba nem jöhet, mert orosz érdek, hogy ott maradjanak Örményországban. Az örmény kormány eddig kizárólag Moszkvára tekintett. Mivel Moszkva nem adta számukra, amit vártak, ezért most nyitottak az Egyesült Államok felé. Na most bele lehet menni, hogy melyik országban mennyi van a másik emberiből, melyik ország hogy fegyverkezik. El lehet mondani, hogy mikor kinyitott először tüzet, de a lényeg az, hogy annyival erősebb Azerbajdzsán, hogy Örményország ma egyedül nincs abban a helyzetben, hogy érdekeit érvényesíteni tudja. Hogy egy kicsit még bonyolítsam a helyzetet, ugye Nikol Pasinyan az örmény miniszterelnök pedig azért nem feltétlenül a leginkább Moszkva barátja, hanem sokan azt mondják, hogy ő egy nyugati típusúbb vezető, vagy egy nyugati iránt elkötelezettebb vezető, és csak annyira szolgálja ki Oroszországot, amennyire kell. Mennyire lehet közben egy belső cél, akár Pasinyan megbuktatása is? A válasz az, hogy bárhol, bármikor lehet ez a cél, de Pasinyan korában abszolút hitű orosz barát volt, amíg hitt abba, hogy Oroszország meg tudja védeni Örményország érdekeit. Következő. Orosz hadsereg ott van, tehát bármikor meg lehet buktatni, de azért jelezni szeretném, hogy Grúziában, amikor az oroszok beavatkoztak, olyan orosz ellenes érzelmek jöttek elő, hogy Moszkvának el kell gondolkodnia, hogy célszerű-e ugyanilyen helyzetet Örményországba elvitéznie. Ugye a hegyi Karabakh konfliktus hol erőteljesebben, hol gyengébben, de 30 éve zajlik. Most közben zajlik egy orosz-ukrán háború. Oroszország egyáltalán, úgymond ott ugye hivatalosan békefenntartói vannak. Egyáltalán képes lenne több földrajzi helyen történő konfliktust egyszerre menedzselni? Persze, ugyanis ezek kis konfliktusok. Orosz erők állomásoznak Wagner néven Líbiába, orosz erők vannak Fekete-Afrika számos országába. Az amerikaiak mindig úgy definiálták önmagukat, hogy az USA hány nagy és hány kis háború egyszeri viselésére alkalmas. Az oroszok ezt sokan nem mondták. Ők mindig oda küldtek erőket. A probléma az, hogy az orosz gazdaság azért ebben a háborúban szintén elég megviseltessé vált még akkor is, ha Oroszország nem szenvedte el azokat a veszteségeket, amiket az USA és az Európai Unió elképzelt. De ma az orosz erőkkel idézőjelben csínyán kell bánni, mert a gazdasági potenciál hiányzik. Azzal, hogy az USA is belépett itt a közvetítésbe, béketeremtésbe, egyáltalán azzal változik valamit a helyzet pozitív irányban, vagy Elnézést, én évek óta azt mondom, hogy mindenki figyel Európára, csodálatos. Hát az elmúlt 2 napban a lengyel-ukrán viszony mélypontra jutott, talán lesz lehetőség erről 2 mondatot beszélni. De én azt mondtam, senki nem figyel a volt szovjet déli tagköztárságokra. Ön azt mondja, Örményország, Karabakh, Azerbajdzsán, csodás. Én azt mondom, Kazasztán, Türkmenisztán és a többi. És első perctől azt mondtam, hogy ezekben a volt szovjet tagköztárságokban élet-halálhoz lesz a befolyásért Kína, Oroszország, Törökország és az Egyesült Államok között, és nincs a játszma lefutva. Akkor menjünk át az orosz-ukrán háborúra. Azt mondta, hogy a fronton szinte minden áll, és valóban ugye időnként lehet azt hallani, hogy az ukránok sikereket érnek el Robotyne térségében, felszabadítanak, behatolnak. Meglátjuk, hogy ez a hányadik védelmi vonalnak az áttörése egyáltalán. De azt mondta, hogy a diplomáciában viszont zajlanak az események. Vannak jelek arra, hogy bármilyen fontos tárgyalásokat készítenek elő, vagy éppen zajlanak? Az látszik, hogy egy átértékelődés vette kezdetét, Guterres. Hát ha lehet hinni a híreknek, bár a hírek döntő része nyilvánvalóan dezinformáció, a Guterres levelet küldött Lavrovnak, ahol elítéli Ukrajnát. Hát ez a levél megjelent a nemzetközi sajtóba, hogy az oroszok nyugodtan játsszák ki az ENSZ szankciókat. Nekem ez rendkívül érdekes volt. A másik, hát színre lépett 2 nappal ezelőtt a belga kormány. Mit mondtak? 400-valahány millió euróval támogatták eddig Ukrajnát, csodálatos. De a elkobzott orosz javak után 600-valahány millió euró kamatot szedtek be.
Most, hogy ez mennyire törvényes, ez egy más kérdés. Kettő. Ma jelent meg a sajtóban, de ez tegnap előtti hír, hogy a belgák bejelentették, hogy az F-16-os repülőiket lecserélik modern F-35-ösre. Azonnal szíre lépett Ukrajna, hogy kéri a lecserélt gépeket, mire a belga válasz az volt, hogy ezek a gépek életveszélyesek, nem adják oda. Három. A belga kormány bejelentette, hogy ők veszik meg harmadik legnagyobb mértékben a cseppfolyós gázt Oroszországtól. Na most ettől kezdve azért egyszer érdemes lenne a belga politikát elemezni. Következő. Ukrajnában nincs férfi, akit be lehetne hívni. Ebből két dolog következik. Számításba veszik a nőket, orvos, egészségügy, stb. Gyógyszerész, hogy behívják. Kettő. Sorra kérik, hogy adják ki a Nyugat-Európába szökött ukrán férfiakat. Egy perc alatt válaszolt a osztrák kormány, hogy 14.000 hadköteles van náluk, eszük ágába sincs bárkit kitoloncolni Ukrajnába. A lengyeleknél nem egyértelmű a helyzet, mert a lengyeleknél van egy zsigeri orosz ellenség, tehát kíváncsi leszek a lengyel válaszlépésre. Következő. Hát Ukrajna felszólította a nyugatot, hogy mi az, hogy napok óta nincs újabb szankciós csomag Oroszország ellen. Mit mondott Putyinról Zelenszkij pár órával ezelőtt, hogy nem szava hihető ember, nem ülök le vele tárgyalni. Bocs, Zelenszkij szava hihető. Tehát én azt látom megint, hogy befelé megyek a konfliktusba, és nem kifelé jövök, de valahogy szeretne a nyugat ettől a konfliktustól szabadulni. Amerikai választás lesz, ahol rengeteg a kérdés. Indul-e Trump? Indul-e Biden? Ha nem indul Biden, ki indul helyette? Demokrata részről a Kamala Harris tökéletesen alkalmatlan. Kiindul republikánus részről, ha nem indulhat Trump, nincs jelölt. A floridai kormányzó szintén alkalmatlan. Tehát egy személyi válság van az Egyesült Államokban. Erről sem szoktunk beszélni. Nyugat-Európa kezd kimerülni. Németek bejelentették, hogy 300 ezer lőszert leszállítanak Ukrajnának, ebből 150 ezer olyan 155 mm-es, amire a ukránok közölték, hogy lőszerhiányuk van. Németország, a három párti kormány bugdácsol, bugdácsol és bugdácsol. A Honvédelmi Bizottság elnöke egy rendkívül karizmatikus, liberális hölgy közölte, hogy miért nem szállítják le a Taurus rakétákat az ukránoknak. Zárójel azért, mert ezzel Oroszország jelentős európai része elérhető, a Scholz eddig nem engedte. Tehát azt látom, hogy a diplomáciában nagy üzem van, miközben a fronton tényleg mindenki megy előre 50-70 méter, és győzelmi tirádákat tesz közé. Volt egy olyan félmondat a Ron DeSantis kapcsán, ő a floridai kormányzó, hogy ő is alkalmatlan elnöknek. Miért látja így? Mert nem ismerik. Mert nincs társadalmi elfogadottsága. Nagyon helyes a Pali, nagyon helyes a felesége, de nincs országos szintű ismertsége. Országos szintű ismertsége ma Trumpnak van, a lakosság egy része tűzbe megy érte, egy része gyűlöli, tehát egy idézőjelben rendkívül megosztó személyiség, de más republikánus jelölt nincs. Még egyszer, lehet, hogy a floridai kormányzó Nobel-díjas zseni, de ezt nem tudják róla. És egy választási harcba is most már elég sok amerikai választást végignéztem. A kulcskérdés az, hogy el tudom-e adni magam. Egyébként érdekes, hogy látni is, hogy a felmérésekben Ron DeSantis nincs elő, tehát hogy még nem is a második helyen van Trump mögött sok esetben, és sokan ezt azzal magyarázzák, hogy Floridában ismerik, szeretik, de valóban az országban ott nem feltétlenül tudják hova tenni a munkásságát, csak erre mondják, hogy hát valahol meg el kell kezdeni. Nyilván Trump egy más helyzetben volt, hiszen ő hírességként, sztárként már korábban is ismert volt, tehát csak akkor őt egy másik oldalára ismerték, aztán viszonylag gyorsan berobbantak közt tudatban, az teljesen elképzelhetetlennek tartja, hogy valakit a nulláról felépíteni egy elnökválasztási kampányra? Ez csak pénzkérdés. Bocsánat, mellé nyáltam, bocs. Most jönnek a műsor izgalmas részletei. Ezt mindjárt... Látszik azt, hogy mennyivel egészségesebb volt a gyümölcslés, a kóla, mint a víz. Na mindegy. azt látni egyébként... Elnézést, erre egy mondat. Hát 1960-ban Kennedy egy országosan ismeretlen senki. A papa pénzével, a Joe Kennedy pénzével, Kennedyből sztárt csinálnak. Kennedy azzal, hogy szebb, mint Nixon, megnyeri a tévévitát. Aki a rádióba hallgatta a két fél vitáját, látta, hogy Nixon a jobb, de a tévében szebb volt Kennedy. Tehát föl lehet építeni. A kérdés az, hogy a republikánus párt hajlandó-e arra, hogy 100 millió dollárokat kiadjon és fölépítse. Vagy fölépíte mást, ezt én Budapestre nem tudom megmondani, de valakiből országosan ismert ember.
embert kell csinálni. Ki kell mutatni, hogy gyerekkorában szerette a macskákat, felnőtt korában környezetvédő volt, elítélt minden, ami rossz, soha nem hagyott gyorsan, stb. Tehát ez ma egy játék, de ezt a játékot profik csinálják. Azt szeretném hozzáfűzni, hogy mi is azért rakunk képet is a hang mellé, hogy a képre figyeljenek, és ne a hangra, de mindenki szerencsére háttérzajként hallgat minket ennek ellenére is. Köszönöm. Ha visszaléljünk egy kicsit az ukrán részre, akkor azt látom, hogy egyre nyíltabb az a kommunikáció, ahogy a nyilvánosságban nyilván nem az amerikai első vonal, hanem itt tábornokok, meg nyugalmazott tábornokok szájába adva azt mondják, hogy Ukrajna nem a megfelelő célpontot támadja, meg nem a megfelelő helyen támad. Ukrajna meg viszont nyíltan, akár elnöki szinten mondja azt, hogy a bírálók ne bíráljanak minket. Most éppen Zelenszky mondott egy ilyet, hogy ma az ukrán ellentámadás gyorsabban halad, mint ahogy a világ a szankciókat vezeti be Oroszország ellen. Szóval van a háttérben valami ténylegesen kiújult feszültség, vagy ez a showműsor része? Ez részint showműsor, lényegileg viszont van feszültség. Tehát ma mélypontra kerültek a lengyel-ukrán, és nagyon szépen mennek lefelé a román-ukrán kapcsolatok. Mi az amerikai dilemma? Odaadtak eddig nagyon sok 10 milliárd dollárt. Eredmény nulla. Mit várt el a nyugat, hogy a vilniusi csúcsig Ukrajna érjen el legalább egy ponton áttörést? Nem ért el. Mit vár Európa, hogy Ukrajna valamit biztosítson számára? Nem következett be. Na most ettől kezdve a Zelenszky mindig azt mondja, hogy őt ne bírálják, de hát azért a ukrán védelmi miniszter kb. Egy héttel a leváltás előtt, őt is leváltották, mert nagyon sok millió eurót lopott, és a tábornoki kar jelentős része is a hét honvédelmi miniszter helyettesből hármat rúgtak ki most egy napon belül. Tehát mit mondott, hogy ez a háború napi 100 millió dollárba kerül? Csak amerikai és európai pénzből tudnak harcolni. Na most van egy olyan hülye közmondás, hogy aki rendeli a zenét, aki fizeti a zenét. Tehát aki fizet, az... Az rendeli a zenét? Igen. Na most itt fordítva van, itt a nyugat fizetés, a Zelenszky diktál. Na most ez egy ponton túl nem fog tovább menni. A következő hír George, az ifjabb George Bush-sal kapcsolatos, aki egy kijevi konferencián videók híváson keresztül az orosz-ukrán háborúról beszélt. Egyrészt méltatta Zelenszky elnököt, arról azt mondta róla, hogy igazi kemény srác, egy valódi texasi, és arról is beszélt, hogy az Egyesült Államoknak támogatnia kell Ukrajnát és Zelenszkyt, mert az ukrán elnök valódi bátorságot mutat, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy egy átlag amerikai állampolgár az idő múlás egyre nehezebben fogja érteni, hogy miért fontos kiállni Kijev mellett. Aztán arra is kitért, hogy szerinte hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök egy birodalomépítő, aki más országokra is veszélyes, és Bush úgy látja, hogy ha nem sikerül megállítani az orosz elnököt, akkor legközelebb a balti államok vagy Lengyelország segítségére kell majd sietnie Amerikának. Ugye ez azért fontos, mert Bush mégiscsak egy republikánus elnök volt, és sokan azt mondják, hogy majd, ha jönnek a republikánusok, akkor véget ér a háború. Kezdjük az elején. Hihetetlen tehetséges volt Bush papa, aki Ronald Reagan 8 éve alatt alelnök volt. Egy ciklus után megbukott. Ő értette, amit mond, ő volt pekingi összekötőiroda vezető és nagykövet, és ő volt CIA főigazgató. Nem tudom, le lehet ezt hozni, a fia rendkívül buta volt. Tehát rengeteg amerikai vezető neki ment a papának, hogy hogy lett ilyen mostoba fiad. Ő nem fogta föl, mit jelent 9-11. Ő semmit nem fogott föl. Én nagyon sokat foglalkoztam vele. Abszolút alkalmatlan volt amerikai elnöknek. Ettől még két cikluson keresztül volt elnök. Az, hogy most színrelépésbe beszél, ez nyilván megfelel annak, aki a konferenciát szervezte, és amire fölkérte. De hát elnézést kérek, amerikai szemmel persze, hogy lehet Zelenszkyt dicsérni, de ez baromság. Amit most a nyugat mond, hogy Zelenszky megteremtette a demokráciát, mondta az amerikai külügyminiszter Kijevbe, ez egyszerűen nem igaz. Az, hogy Putyin birodalmat akar építeni, ez igaz, de nem a Baltikumba. Ma a Baltikum megtámadása azonnali harmadik világháború, a világ ezen belül Oroszország megsemmisülése. Hol akar birodalmat építeni? Ukrajnában, a déli volt szovjet tagköztársaságokban, Moldovában. Nem ezt emeli ki a világ. És azért ennyire buta egy 8 éven keresztül amerikai elnök nem lehet, hogy a világ legalapvetőbb igazságait ne ismerje.
Köszönjük szépen, és akkor most Elon Musk-kal folytassuk, ugyanis a Starlink tulajdonosa, ugye a Starlink az a műholdas internet, amely mindenhol elérhető, és Ukrajnának a háború elején biztosította, szóval ő tavaly a hálózat lekapcsolásával akadályozta meg, hogy az ukrán haditengerészet csapást intézzen az orosz hadiflotta ellen, ez derült ki Walter Isaacson a milliárdosról szóló Elon című életrajzából. A könyvben elárulják, hogy Elon Musk tavaly titokban megparancsolta mérnökeinek, hogy kapcsolják ki cége Starlink műholdas kommunikációs hálózatát a krími partok közelében, hogy megzavarják az orosz haditengerészeti flotta elleni támadást. Mit gondol a tanárról Elon Musk munkásságáról és erről az akciójáról? Egy. Az első kérdés az, hogy ez igaz-e vagy sem. Ezt Budapestről megmondani nem lehet. Tételezzük fel, hogy igaz. Ha igaz, akkor igaza volt, mert ha bekövetkezett volna az orosz flottával szembeni sikeres támadás, akkor egy, az oroszok tették volna a felelősség, kettő, a háború olyan fokon kiterjedt volna, amit már fegyverszünettel és békével megállítani alig lehetett volna. Tehát amit tett, Európában nézve helyes. Nyilván Kijevből nézve nem, mert Kijev szentül hiszi, hogy az ukrán hadsereg csak időkérdése is kijut Vlagyivosztokig. Ha évszázadokban mérem az időt, akkor lehet, hogy még 300 métert előre megy, de a realitás az ez. Ugye azért érdekes ez, mert akkor viszont miért adta oda a Starlinket Elon Musk? Ugye minden... Óriási nyomás jött rá a kezdetekben. Én emlékszem arra, hogy mennyi tárgyalása volt a Pentagonnal, hogy mit kap, mit adjon át, mennyiért, stb. És nyilvánvaló volt, hogy volt annyi esze, hogy egy nagy háborút elkerüljön. Ugye ez is egy nagyon érdekes helyzet, hogy magánkézben van, és nem állami kézben például a legnagyobb műholdas internetszolgáltató. A jövőben úgy számolnak, hogy ez így lesz, és a jövőben nagy kérdés az lesz, hogy ki fogja a műholdakat ellenőrizni, mert aki a világűrt ellenőrzi, az a Földet is ellenőrzi. Ugye mindig ilyen távolinak tűnt az űrkonfliktus, de így viszont például a műholdak kérdésében abszolút érthetővé válik ez. Persze, és ha ön megnézi, egy hét alatt több ország is próbált holdmissziót indítani. Kína, India, Oroszország, Japán. Tehát mindenki fölfogta, akinek lehetősége van, hogy egy eljövendő nagy háború nem a Földön dől el, hanem a világűrben. De ezt hogy kell képzelni, hogy ott fognak harcolni? Nem. Az első kérdés az, hogy képes vagyok az ellenség műholdjait megvakítani, vagy lelőni. Itt egy pillanat alatt ez lesz a kérdés. Ki fog előbb lőni, ki fogja előbb a másik technikáját tönkretenni, és ezzel a hírszerzést lehetetlenné tenni. Egyébként szerintem ez a jövőnek a legizgalmasabb kérdése, hogy le lehet-e kapcsolni áramhálózatokat, meg lehet-e állítani tényleg a műholdakat, kommunikációs kapcsolatokat megállítani, és ezen gondolkodtam, hogy az ember közben mennyire kiszolgáltatottá válik, vagy teszi saját magát, hiszen gyakorlatilag ma már minden ezen múlik. Persze, persze. Hát elnézést, mi múltkor kaptam egy kérdést öntől, hogy mi a véleményem Oppenheimerről, és én elmondtam, de mondtam, hogy a filmet nem láttam. Elmentünk a nejemmel megnézni a filmet, rendkívül érdekes. Ezeket a kérdéseket feszegeti, amit ön most mond. Mi az ember felelőssége? Mi a tudomány és politika kapcsolata? Hogy lehet az, hogy az amerikai politika Roosevelt halála után egy pillanat alatt Trumannál megváltozott? Számomra rendkívül érdekes volt a film, a 3 órát végigülni az én nem egy egyszerű dolog, de nagyon-nagyon érdekes kérdéseket vett föl, nyilván amerikai szempontból. Én meg ígértem, hogy elmegyek a napokban megnézni, és utána csinálunk majd egy külön kiadást az Oppenheimerről. Egyelőre én itt az elmúlt 2 hónapban csak a Barbie-t láttam a moziban családom kérésére. Azt is megnézhetjük. Na, még egyszer inkább nem. Felé elaludtam, de nem volt olyan rossz. Sokkal rosszabbra számítottam. Na, jöjjenek a hallgatói kérdések. Tisztelt Nógrádi György, a 2023. szeptember 6-án közzétett videóban válaszolt arra a kérdésre, hogy nem kellene Ukrajnát megtámadni a NATO 5. cikkelye alapján, hiszen terrortámadást hajtott végre. Amennyiben valóban... Állj! Mondja a CDF néhány újságírója. Bocs. Tehát mindig pontosítsunk.
Tehát nem arról van szó, hogy be lehet bizonyítani, hogy Ukrajna terrortámadást csinált, hanem arról van szó, hogy néhány német újságíró ezt mondta, bocs, mehetünk tovább. Amennyiben valóban kiderül, hogy Ukrajna volt, és valamilyen csoda folytán ezt nyilvánosságra is hozzák, úgy a NATO katonák egészen a jelenlegi frontvonalig masírozhatnának, szinte ellenállás nélkül. Mi történne ebben az esetben? Fegyverszünet, béke? Köszönöm a válaszát, tisztelettel Kovács Tibor. Nagyon jó a kérdés, de elméleti. Gyakorlatban a NATO felsorakozott Ukrajna mögött. Tehát máshogy fogalmazva, ha Ukrajna valamit csinál, annak más a megítélése, mint ha valamit Oroszország csinál. Nyilván alapvető cél az lesz, hogy soha a politika ne ismerje el Ukrajna felelősségét. Amikor ezt a német újságírók nyilvánosságra hozták, a Zelenszkij kiállt gyönyörűen, tényleg a legszebb színészi pozícióit hozta, és mondta, hogy Ukrajna erről nem is hallott. Mondtam, ez olyan szép volt, hogy kérek egy papír zsebkendőt és elsírom magam. Tehát ha és amennyiben Ukrajna valóban végrehajtotta ezt, ezt csak külföldi támogatással tudta megcsinálni, és soha nem lesz ebből bántódása, mert külföldi fölkérésre csinálta. Hogy ezzel szétverte Európa energiaellátását, igen, de behozta az amerikai ballagást. Egyébként vannak olyan elemzők, még magyar elemzők között is, akik azt mondják, hogy most a nyugat részéről is rendkívül cinikus dolog ezt az egészet csak Ukrajnára fogni, hiszen Ukrajna önmagában nem lett volna képes végrehajtani egy ilyen támadást. A válaszom az, hogy tökéletesen így van, de ma épesző ember nem mondja ki, hogy kiállt Ukrajna mögött, a németek sem, mert senki nem akar a legfontosabb NATO-beli szövetségesével szembe kerülni. A következő kérdés így szól, tisztelettel kérdezem a tanár urat, hogy a Sojgu magánhadserege átveszi a Wagner érdekeltségeit Afrikában vagy az ukrán fronton, és lehet-e tudni, hogy mi lesz a Wagner katonákkal? Egy, a Wagner katonáknak három lehetőséget adott Putyin. Menjenek Bieloruszba, térjenek haza, lépjenek be az orosz hadseregbe. Kettő, Oroszországban kb. 30 Wagner csoport van, hogy ebből melyik kapja meg ezt a feladatot, erről Putyin fog dönteni. Három, Sojgu védelmi miniszter lement Észak-Koreába, és megállapodott közös orosz-észak-koreai haditengerészeti gyakorlatba, hogy ellensúlyozzák a dél-koreai japán amerikai hadgyakorlatot. Következő. Sojgut megkérdezték két napja, hogy mi lesz idén a Zápád-Nyugat 23 hadgyakorlata, mire a Sojgu válasza az volt, hogy ezt a hadgyakorlatot idén Ukrajnába hagyjuk végre. Köszönjük. Egy újabb kérdés Kínával kapcsolatban, Kínával és Afrikával kapcsolatban. Kedves tanár úr, sokszor elhangzik, hogy a kínaiak hosszú távon gondolkodnak és fektetnek be. Én ezt látom az afrikai és egyéb terjeszkedésükben, de nem látom a külpolitikájukban. Kínának szinte minden szomszéddal területi vitája van, mivel ezeknek az országoknak az ereje kicsi Kínával szemben, ezért az egyetlen logikus lehetőségük, hogy Amerikához fordulnak. Hogy lehetne Kína szuperhatalom, ha még a szomszédos országokkal sem tud kiegyezni? Üdvözlettel, Csanád! Ez egy nagyon jó kérdés. Kezdjük az elején. Kína évszázadokon át vagy a világ vezetőinek tekintette magát, vagy alárendeltnek. Tehát Kínában az egyenjogú kapcsolatok hiányoztak. Kettő. Ha ez komolyan érdekli, óriási irodalma van. Én egy könyvet mondok, de lehetne tizet. Olvass el Henry Kissinger Kínáról című könyvét. Ezt elemzi 4-5-600 oldalon, nem tudom pontosan. Három. Tény az, hogy a Kína körüli országok félnek Kínától. Lásd, Vietnám is lehet sorolni. De gyűlölik Japánt. Az amerikai jelv az volt, hogy Japán fogja össze ezeket az országokat, és hozzanak létre egy Kína elleni szövetséget. Nem sikerült. Négy. Hát nagyon sok évvel ezelőtt, nem tudom, 8-10 évvel ezelőtt megjelent egy fénykép, és én azt emelájulok. Az amerikai flotta látogatást tett Vietnámba. Azért volt egy amerikai-vietnámi háború, ahol az amerikai tisztet fogadta egy vietnámi tiszt, és mosolyogtak egymásra. És azon gondolkodtam, hogy ez a világ rendkívüli mértékben megváltozott. Vietnám ma az USA felé keresi a kapcsolatait, de nem Japán felé. Az USA rendkívül keményen ott van Ázsiában, ezért szeretné az orosz-ukrán konfliktust befejezni, hogy erőit ide összpontosítsa. Tehát ez a kérdés nagyon jó. A kínai külpolitika nehéz helyzetben van a szomszédságában, de aktív politikát folytat a világ minden része, Afrika és Európa felé is.
Köszönjük szépen, és akkor végezetül egy hallgatónk két kérdést is küldött. Tisztelt szerkesztőség, tisztelt tanár úr! Elhangzott a múltkori adásban, hogy Dél-Koreával és Japánnal szövetkezik az USA a Távol-Keleten. Két kérdésem van. Egy, ezek az országok miben nyújtanak segítséget az USA-nak Kínával szemben? Gyorsan válaszolok. Egy, volt egyszer egy német egység, ahol a kapitalista NSK lenyerte a szocialista NDK-t. Volt egyszer egy vietnámi egység, ahol a szocialista Vietnám lenyelte a kapitalista Délt. Tessék mondani, Koreában milyen egység lesz? Én nem tudom megmondani. Ha valaki meg tudja, én gratulálok. Tehát magyarul, gyakorlatilag az Egyesült Államok számára Dél-Korea fontos, ott állomásoztat amerikai erőket. Ez korábban 42 ezer fő volt, mostan 27-28 ezer Japán. A második világháborúban Japán támadta meg az Egyesült Államokat, rengeteg amerikai halott volt. A második világháború végén az USA két atombombát vetett be augusztus 6 és 9-én, mert kiszámolták, ha ezt nem vetik be, 1 millió amerikai katona halna meg, mielőtt a nagy japán szigeteket elfoglalják. Az USA mindig globálisan gondolkodik, és ebben a globális tengelyben meghatározza Japán, Fülöp-szigetek, Dél-Korea, egyen lejjebb Ausztrália és Új-Zéland. Tehát ezek ma az Egyesült Államok stratégiai szövetségesei Kínával szemben, és az USA ezt tartja ma a világpolitika fő kérdésének. Második és a második kérdés, tényleges katonai értéke ennek a két országnak, tehát Dél-Koreának és Japánnak, mire lenne elég egy szimulált hadjárat során? Itt például arra gondolok, hogy Tajvan függetlenségét képesek lennének szavatolni amerikai segítséggel? Vagy csak arról van szó, hogy mint a második világháború előtt Csehszlovákia Lengyelországgal akarta Németországot egy kétfrontos háború rémével sakkban tartani? Belemeltünk a második világháborúba, ez egy hosszú játszma. A második világháborúnál a németek pillanatok alatt szétverték Lengyelországot, Csehszlovákiát előtt elfoglalták. A nyugat nem lépett közbe, ez volt a furcsa háború, egészen 1940 májusáig, amikor a németek lerontták Franciaországot. Japánnak hihetetlen jó hadserege van, a japán katona mindig jó volt a történelemben. A kérdés úgy hangzott, hogy képes lenne ez a két ország amerikai segítséggel megvédeni Tajvant. Ha van amerikai segítség, akkor nem kell ez a két ország. Ha van amerikai segítség, akkor Kína hatszor megmondja, hogy elfoglalja Tajvant. Kína alapvető célja az, hogy ha elfoglalja Tajvant, ebből ne legyen világháború. Tehát ez a szövetség ma részint szimbolikus, részint fölkészülés arra, hogy mi fog történni, vagy mi történhet a jövőben a Távol-Keleten. Nagyon szépen köszönjük. Ez volt a mai kérdésválaszt, és most pedig a játék következik. Igen. A játékra való kérdés és a megfejtés. Jöjjön. A megfejtésnek több jó válasz lehetséges, mert az látszik a karikatúrán, hogy Kennedy, akin dollárnyakkendő van, meghal. És az angol aláírás az, hogy az elnök a fűbe harapott, de ennek lehet olyan fordítása, hogy mit, bármi. Önnel erről beszélgettünk, tehát a fűbe harapott helyet írhatnak bármit, ez a megfejtés. Hány jó válasz jött? Kevesebb jó válasz jött most, mint 76 egyébként, azt és jöttek azért rossz válaszok is, hogy ezt neked, Kennedy, illetve sokan még most küldték be a mongúz hadműveletre a válaszba. Lehet, hogy két hétre kéne kitolnunk majd, de 76 jó válasz viszont érkezett. Jó. Egy számot mondjak szeretnék kérni, igen. Osszuk el 4-jel, 76, 38, 19, a 19-es. 19-es, Szabó Ferenc nyerte akkor az ajándékcsomagunkat, fel fogjuk venni vele a kapcsolatot, gratulálunk, és akkor jöhet a friss kérdés. Ez egy nagyon egyszerű kérdés lesz. Melyik volt a modern kor, nehogy valaki visszamenjen az ókorba, olyan első háborúja, ahol a jobb hadsereg, jobb tisztikar vesztett, mert a gazdaság fontosabb volt a háborúban, mint a hadsereg. Tehát melyik volt a történelem első olyan anyagháborúja, ahol a gazdaság és nem a hadsereg dominált? Nagyon szépen köszönöm. Kíváncsiak vagyunk akkor a válaszra. A megfejtéseket játszunk két hétig, mert most is nagyon sok mongusz hang, akkor játszunk két hétig. Szeptember 22, az a szülinapom. Szeptember 22, péntek évfélig várjuk, és majd többször is bemondjuk még az adásban ezt a kérdést. Szeptember 22 évfélig várjuk a helyes megfejtéseket a www.ultrahang.tv/játék oldalon. Azok tudnak részt
venni a sorsolásban, akik itt válaszolnak, tehát ne a Facebookon, ne e-mailben küldjenek üzenetet, mert azt nem tudjuk betenni a sorsológépünkbe, hanem a www.ultrahang.tv/játék oldalon várjuk tehát a helyes válaszokat 2023. szeptember 22. évfélig. Tanár úr, köszönjük szépen, hogy itt volt velünk. Én nagyon szépen köszönöm, kellemes hétvégét. Ez volt a mai adásunk, viszontlátásra, viszonthallásra.